Nagyon kellemes péntekestét kívánok mindenkinek, elérkezett a nápolyi harmadik része, ezúttal is számos érdekes programajánlattal várjuk Önöket. Ma este szakmák éjszakája, de hogy ez pontosan mit akar, hamarosan kiderül, és a Mátrai erőműből is érkeznek hozzánk, így azt is megtudhatjuk, milyen gyakorlatot szerezhetnek náluk a diákok. Természetesen lesz mozi ajánlónk is, úgyhogy ma este is megéri velünk tartani. Először egy bejátszás. Egyre több tematikus éjszakai rendezvényen vehetnek részt azok, akik a megszokottól eltérő programokat keresnek. A múzeumok és a kutatók éjszakája mellett ma már a szakmákkal is megismerkedhetnek ilyen módon a továbbtanulás előtt állók. Ez a rendezvény a Szakmák éjszakája nevet kapta, ami nem csak színes és szórakoztató programokról szól. A bemutatókon lehetséges életutakat kínálnak. A programhoz kapcsolódik következő bejátszásunk, amelyből megtudhatjuk, hogy mit is tanulnak pontosan az erős áramú technikusok, és azt is, hogy milyen nehézségei és szépségei vannak ennek a szakmának. Villamos motor vezérlések szerelését gyakorolják az áruvizsga előtt álló végzős erős áramú technikusok itt a Mátrai Erőmű Oktatóközpontjában. Ez a szakma nagyon összetett tudást igényel és nagy felelősséggel is jár, ezért komoly felkészülési időszak áll már most is a fiúk háta mögött. Ez a szakma nagyon elméletigényes, ezért nem elég az, hogy valaki gyakorlatban jó. Ha nem tudja elméletbe, akkor nem tudja, hogy mit csinál. Szoktam mondani, hogy ebben a szakmában lehet, hogy az ember csak egyszer téved, többet már nem lesz neki alkalma, mert olyan áramütés szenved, ami életébe kerül sajnos. Tehát ezért nagyon fel kell készülni elméletileg, hogy tudja, mikor, miért, hova kell nyúlni, és ez véget, akkor ne legyen baleset. Az elméleti tananyag alapos elsajátítását tehát ennél a szakmánál nem lehet félvárról venni. Aki azonban veszi a fáradtságot és megtanulja a tananyagot, valamint ellesi a szakmai fogásokat az oktatótól, nagy eséllyel tud elhelyezkedni ezen a területen. Most elég jó fölkapott, itt a térségben nagyon keresett szakma, tehát így az erőműri által is vannak, akik sokat tudnak foglalkoztatni. Akkor van a 60-i Bost, tudom említeni, most beindul a Gyöngyös halászon a gumigyár, ahol már vannak tanulóim, akik mentek, jászárokszállás, jászfényszarú, tehát vannak itt a környékben, tehát elég sok helyen, ahol tudnak elhelyezkedni ezzel a szakmával. Ahogyan az a képeken is jól látszik, ez a szakma rendszerint inkább a fiúk érdeklődését kelti fel. Különösebb képességekre azonban nincs szükség a bekerüléshez, egy kis szorgalommal pedig sok minden pótolható. Lényegében aki az érettségét megszerezte, az bárki jöhet. Előnye van, annak van, aki esetleg villamos területen volt, dolgozott, akkor már van valamilyen formában, de ez a kis előnye esetleg, aki olyan szorgalmas, az behozható. Nem egy tanuló volt, aki simán gimnáziumba jött, és akkor utána ő lett a legjobb, úgyhogy ment is a főiskolára, és el is végezte a villamos mérnökit. Ilyen formában előnye az, hogyha itt a technikus itt megszerzi a főiskolai végzettség szempontjából, illetve hogy a főiskolá tud menni jelentkezni, és akkor tudja folytatni a tanulmányait. Nagy Gábor érdeklődését már egészen fiatal korában felkeltette ez a szakma. Bízik benne, hogy a technikusi vizsga után el is tud helyezkedni benne. A botyámmal jártam elektronika szakra, és ott is már ezek az áramos dolgok mindig tetszettek, és ott ugye gyenge áramos képzés van, itt meg erős áramos, és úgy gondoltam, megpróbálkozok inkább vele. Milyen szépségei, milyen kihívásai vannak ennek a szakmának szerinted? Vannak szépségei, a erőműben is ugye, ahogy járunk ki gyakorlatra, ott elég sok mindent szoktunk csinálni. Például most ugye épült ez a naperőmű, ahhoz elég sokat besegítettünk nyáron is. Ugye itt tudtunk maradni még nyári munkára. Gábor a legjobb tanulók egyike, tudását pedig a szakmasztárja versenyen is kamatoztatja. Már két fordulón túljutott, most az utolsóra készül. Az első része ennek a szakmasztár versenynek egy ilyen írásbeli rész volt, ott sikerült 75 pontot elérni, meg egyik osztálytársam is szép eredményt ért el ott is, neki 81 pontos lett, és így kerültünk tovább a válogatóba, válogatón ilyen szóbeli rész volt, meg gyakorlati rész, ott is állítólag jól teljesítettem, meg jól sikerült, és most megkészülök a döntőre. Milyen tétje van ennek a versenynek? Hát a vizsgák alól lehet felmentést kapni, ugye szinte már nem is kell majd semmilyen vizsgát letenni, már megkapom az egészet ötösre, hogyha jól teljesítek. Mivel a gyakorlati képzés az erőmű területén zajlik, a fiúk nem csak műhely körülmények között gyakorolhatják az elsajátított tudást.
Kihívás itt, mivel itt vagyunk gyakorlaton az erőműnél, a bányának viszonylag nehezebb a gyakorlati része, ugyanis ott az időjárási viszonyok is közbeszólnak, viszont az erőműnél mondhatni egyszerű. Az érettségi utáni erős áramú technikusi képzés hossza jelenleg 2 év. 3 évvel ezelőtt indult olyan képzés, ahol a gyerekek a szakközépiskola első osztályától kezdve ezt a szakmát tanulják. Nekik az érettségi után már csak 1 évre lesz szükségük ahhoz, hogy letegyék a technikusi vizsgát is, és megszerezzék ezt a precizitást igénylő kihívásokkal teli szakmát. Az izgalmas bejátszás után pedig egy kicsit részletesebben hallhatunk ezekről a szakmákról, a hiány szakmákról, valamint a szakmák éjszakájáról is. Üdvözlöm a stúdióban dr. Papné Mátyó Zsuzsannát, a József Attila Szakközépiskola igazgatóját. Jó estét kívánok! Illetve Kis Károlynét, a Mátrai Erőmű ZRT oktatási irodavezetőjét. Jó estét! Jó estét! Köszöntöm Önöket a stúdióban. Hát ahogy láthattuk, a bejátszásban sok dolguk van az erős áramú technikusoknak, de ezen kívül még milyen szakmákban tudnak gyakorlati helyet biztosítani? A Mátrai Erőmű elkötelezett a villamos, gépész, bányaipari képzések terén, mert úgy gondoljuk, hogy ez a társaság tud olyan munkakörnyezetet biztosítani a fiataloknak, ahol a legmagasabb szinten el tudják sajátítani a szakmájukat. Most is vannak ipari gépész, erős áramú technikus, vájár tanulóink, autószerelőink, bányaipari technikusok, jelenleg 86 fő gyakorlatát biztosítja a cégünk. Ezeknek a diákoknak már úgy van, meg van biztosítva a jövőjük, tehát ezek után akár állást is kaphatnak az erőműnél? Igen, azon dolgozunk, hogy ők legyenek az utánpótlás. Ez is a szlogenünk, hogy a jövő csapata, és próbáljuk abban motiválni őket, hogy minél jobban sajátítsák el a szakmát, és lehetőleg nálunk próbáljanak meg elhelyezkedni. Hát ennek néha vannak akadályai, létszámhiány, aha, előfordul, és nem tudunk felvenni esetleg kollégákat, de azon igyekszünk, hogy belőlük válogassuk ki a csapatunkat, már csak azért is, mert a szakmai tudásuk megvan, és emellett helyismeretet is szereznek nálunk, és bízunk benne, hogy tényleg ők lesznek a jövő csapata. Itt azért az oktató a bejátszásban említette, hogy néha veszélyes dolgokkal foglalkoznak ugye ezek a technikusok, tehát fontos az elmélet, illetve a gyakorlat is. Ezeken a helyeken gondolom én azért nagyon sokat foglalkoznak velük az oktatók. Fontosnak is tartják, hogy a gyakorlattal kerüljenek majd bele a munkavilágába, tehát hogy már úgymond minden eszközt ismerjenek ahhoz, hogy ők már biztonságosan tudjanak dolgozni? Igen, ez természetes, mert nem csak tanulhelyi környezetben foglalkozunk a gyerekekkel, hanem kihelyezett műhelyekben is vannak tanuló felügyelő mellett, és minden napjuk munka és tűzvédelmi oktatással kezdődik az adott nap feladatához kapcsolódóan, és ezt követően kezdik csak el a feladatot, amit megvalósítanak, és próbáljuk őket arra nevelni, hogy minél tudatosabban, odafigyeltebben, elméletben, jártasabban végezzék a munkájukat, mert valljuk be őszintén, hogy a technika nagy robbanása látható most a napjainkban, és ha elméletben nincsenek a helyén, a tudásanyagban, akkor azt a gyakorlatban is nagyon nehéz veszélytelenül végezni, úgyhogy a kettőnek együtt kell, hogy meglegyen. Ezek már a hiány szakmákba tartoznak? Sajnos igen, mert egyre kevesebb a gyermeklétszám, és egyre kevesebben jelentkeznek a szakmára. Ez több oka is lehet ennek, hogy hiány szakma lett a villanyszerelő és az ipari gépész. Talán az is, hogy a fizikai munkának a megbecsültsége csökkent az elmúlt időszakban, és egyre könnyebb főiskolára, egyetemre jutni a fiataloknak, és ezért is abba az irányba törekszenek. Igazgatóhelyettes asszony, hogyan látja a szakközépiskolában, már teljesen a fiatalok elkötelezettek egy szakma iránt, vagy azért vannak olyanok, akik még mindig keresik az útjukat? Igen, én úgy gondolom, hogy keresik, tehát akik bekerülnek, főleg a kicsik, a 8. osztályból bekerült tanulóink, azok sokszor váltanak, sokszor az első év végén, vagy a szintvizsga környékén, nem igazán tudják még 14-15 évesen eldönteni, hogy milyen szakmát szeretnének, és amikor bekerülnek, megismerkednek ott a többivel is, egymás között is beszélgetnek róla, gyakorlóhelyeket is, egymás gyakorlóhelyet is megtekintik, és sokszor van váltás.
tehát nem, általában nem az a három év az, amikor végeznek, hanem közben másik szakmára is áttérnek, és akkor az egy kicsit húzódik. De természetesen lehetőség van nekik, hogyha elég kitartóak az első szakma után, a második szakmát is ingyenesen tanulni, és maradhatnak esti tagozaton, és ezt ki is használják most már a tanulók. Ugye régebben sokat lehetett hallani szülőktől, nagyszülőktől, hogy a kétkezi munkát keresték inkább az emberek, és hát olyan irányban is mentek el dolgozni. Manapság viszont már inkább mindenki érettségi diploma, ezt szeretné megszerezni. Önök szerint fontos az, hogy visszakerüljön ez úgymond a trendbe, hogy ezeket a hiány szakmákat válasszák a diákok? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, már csak azért is, mert a legnagyobb hiány a szakmunkásokból lesz az elkövetkezendő időszakban. Azokból a szakmunkásokból, akik valóban tudják, ismerik, szeretik a szakmájukat, abból van egyre kevesebb. És azért is inspiráljuk a fiatalokat, hogy tanuljanak szakmát, mert ez ad egy önbecsülést, egy önmegvalósítást, tudnak alkotni. Különösen egy fiú gyermeknél szerintem nagyon fontos az, hogy lássa, hogy működik az, amit készített, amit ő hozott össze, és ezért is javasoljuk, hogy kezdjenek szakmával először a gyerekek, mert onnan is lehet tovább menni, lehet érettségit szerezni, lehet főiskolára menni, és az, aki már ismer egy szakmát, az valóban el tudja dönteni, hogy ebben neki a képességei megvannak-e, és ha abban fejlődik tovább, akkor valóban mestere lesz a szakmájának, és hát erre törekszünk, hogy a legjobbak legyünk. Akik még annyira nem ismerik ezeket a szakmákat, a szakmák éjszakáján megismerhetik, hogyha jól tudom, akkor most az országban először rendeznek ilyen rendezvényt. Igen, az országban először, és az EGRI Szakképzési Centrum tagintézményeként mi is csatlakoztunk hozzá. Én most itt Fábri Eufrozina főigazgató asszonyt képviselem, nem tudott eljönni elfoglaltsága miatt, és én is csatlakozom Judithoz, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy a munkaerőhiány, ha megyében vagy országosan is egy villanyszerelőt, egy gépész szakembert, vagy akár egy kőműves ácst keresünk, akkor már nagyon nehéz találni. És éppen ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy visszavezessük a tanulókat a szakmák választásához, a szakmatanuláshoz. És ez a rendezvénynek is elsődlegesen az a célja, hogy megpróbáljuk bemutatni a szakmákat más oldalról, másképpen. Tehát az a magának ennek a szakmák éjszakájának a szlogenje, hogy próbáld ki, csináld meg, ismerd meg. Nagyon fontos, hogy tényleg testközelből lássa a tanuló, a szülő, hogy hogyan is tudja elsajátítani majd, és milyen ez a szakma, hogy kipróbálja magát. És ezért nagyon érdekes programokat hoztunk. Én hoztam is a kis puskát, a szóróanyagunkat, 21 programmal készültünk csak a mi iskolánk. Az EGRI Szakképzési Centrumnak 7 tagintézménye van, és mind a heten a saját szakmáinkat próbáljuk bemutatni a közönségnek. Az országban egyébként 300 helyszín, több mint 300 helyszínen folynak a bemutatók, és cégeket is bevontunk mi is, illetve a többi intézmény is, és 4000 program, körülbelül 4000 program, ingyenes program várja a látogatókat, és az első körben az volt, hogy 7.-8. diákokat hívjunk meg erre a rendezvényre, de én úgy gondolom, hogy a 8. már választottak, tehát nekik már olyan nagy lehetőségük most nincs, a későbbiekben esetleg, és ezért inkább a családokat, a fiatalokat várjuk, akik még nem tudták eldönteni, vagy már van szakmájuk, de másikat szeretnének, és őket is várjuk. Én azt mondom, hogyha valakinek még nincs péntek estére programja, akkor hajrá, lehet készülni a Kócsag úton, várjuk szeretettel a érdeklődőket. Említette, hogy minden iskola saját szakmáit igyekszik bemutatni ezen a rendezvényen. A József Attila iskolában pontosan részletesebben milyen szakmákat ismerhetnek meg? Szakágazatban, illetve szakiskolai területen is próbálkozunk. A szakközépiskolában, ami majd most szakgimnázium lesz, ott az informatikai területen szeretnénk elsősorban most bemutatókat. A LEGO programozását, az biztos, hogy nagy sikere lesz, aki eljön és megtekinti, illetve kipróbálhatja testközelből.
A kétkezi szakmánk közül az építés szakmákat szeretnénk, a festőkőműves, asztalos. Erre tényleg nagyon készülünk, mert ezek is hiány szakmák. Azon kívül a könnyűipari szakmáink közül a női szabó, az egyéb szolgáltatásban a fodrász, kozmetikus, erre is várjuk szeretettel a közönséget. Itt lehet kipróbálni a sminkelést, a modellkedést, tanácsokat adunk a ruhavásárláshoz, a ruhakészítéshez. Tehát tényleg, és a gépész szakmák, természetesen ne hagyjam ki a gépész szakmáinkat. Itt heggesztés szimulátoron kipróbálhatják a heggesztésnek a mi voltát, hogy hogyan is lehet a kézügyességével kipróbálni, hogy hogyan, milyen szakember lenne, hogyan tudna heggeszteni. És a gumipari képzés, ami még nem volt eddig az iskolánkban, jövő szeptembertől kezdődik. Itt ennek is a bemutatója megtörténik. Az Apollo cégtől jönnek és bemutatják filmen is, és ők is egyéb bemutatókon keresztül a gumipari szakmákat. A szakmák közül azért a többség inkább olyan fiú szakma, ha lehet így fogalmazni. Hogyan látják egyébként a lányok is már, próbálkoznak-e felé, a szakma felé orientálódni, vagy még inkább a fiúk azok, akik elfelé kacsingatnak? Elsősorban a fiúk, de minden évben meglepetésre van lány is a fiú szakmák között. Most például a karosszíria lakatos szakmára jelentkezett, és gumipari szakmára is jelentkezett egy kislány. A nyolcadikosok közül benne van a listában, hát aztán majd meglátjuk. Tehát előfordul, igen. Tehát nincsenek kizárva, én úgy gondolom, most már a lányok sem a fiú szakmákból sem. A szakmák éjszakán tehát megismerhetik és ki is próbálhatják ezeket a szakmákat, és hát az erőműben pedig fantasztikus gyakorlati helyeket tudnak nekik biztosítani. Miért válasszák az erőműnek a gyakorlati képzéseit, helyeit? Hát szerintem pont azért, mert erőmű. Hol lehet a legjobban megtanulni egy villamos szakmát, ha nem egy erőműben, vagy hol lehet valaki a legjobb bányász, ha nem egy bányában. És ebben az erőműnek nagy gyakorlata van, több tíz éve képezzük már a gyerekeket villamos, gépész és bányász területen. Azt gondolom, hogy nagyon jól kialakult maga a gyakorlati struktúra, jól felszerelt műhelyeink vannak, és állandóan pályázatokkal próbáljuk fejleszteni a lehetőségeket. A tavalyi év során például kialakítottunk egy PLC labort, mert a villamos területen ez az új trend, ha mondhatjuk így, és bízunk benne, hogy már PLC tudással is tudnak majd rendelkezni a jövő generációja, hogy ebben is jártasak lesznek, ha nálunk végeznek. Mi pedig bízunk abban, hogy egyre inkább betöltik majd ezeket a hiány szakmákat, és hogy a szakmák éjszakáján is minél többen megjelennek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk a stúdióban. Köszönjük szépen mi is. A következő percekben a gépész szakmával ismerkedünk meg. Sok más szakmunkához hasonlóan ma ez is a hiány szakmák csoportjába tartozik. Bejátszásunkból kiderül, kik és milyen feltételekkel jelentkezhetnek gépésznek, és milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon a frissen végzett fiataloknak. Szelepet javítanak a végzős gépész tanulók a mátrai erőmű tanműhelyében. Hasznos ez a gyakorlati feladat, hiszen azok a fiúk, akik a sikeres záróvizsga után a cégnél helyezkednek el, gyakran fognak ehhez hasonló feladatokkal találkozni a hétköznapok folyamán. Ez a szelep, ez viszonylag jellemző az erőmű profiljára, többféle méretben is, alakban is, működés szempontjából is van belőle, és a tanmenet, tanterv alapján ezt ők tulajdonképpen egyet szétszednek, vagy esetleg kettőt is ott kint a blokkon már tudják ezt a tudást alkalmazni, úgymond. Ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben a szakmában, az elméleti tudása legalább akkora szüksége van, mint a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ennek megfelelően a gépész technikus tanuló fiúk az oktatás ideje alatt egy hétig elméleti, egy hétig gyakorlati képzésen vesznek részt. Én azt mondanám, hogy elég nehéz szakma. Tehát nagyon igényes az elméletre is, gyakorlatra is.
elég tág területeken mozog, tehát egy gépi forgácsoló az azért valamennyire behatárolja, hogy ő gépi forgácsoló, de ezek a fiúknak tudni kell például hidraulika rendszereket javítani, pneumatikus rendszereket javítani, tudni kell szerszámgépeket javítani, ismerni kell valamennyire ezeket a kazárrendszereket, tehát lőcserélő berendezéseket. Tehát nagyon tág, és épp ezért rengeteg elméleti tudás is kell hozzá, tehát amire tudnak támaszkodni a gyakorlatban. Erre a szakra az orvosi alkalmassági vizsga és az általános iskola elvégzése után lehet jelentkezni. Mivel jó szakemberre mindig szükség van, a Mátrai Erőmű szívesen alkalmazza azokat az itt végzett fiatalokat, akik jól teljesítenek a szakmai záróvizsgán. Aki jól tanul és megüresedés van, akkor azt általában fölveszik. Hát nekem 2 évvel ezelőtt volt egy srác, egy tanulóm, az a Patrik, ő országos versenyen 2. helyezett lett, és azt rögtön fölvették. Tehát, de most már utóbbi 1-2 évben jellemzően töltik fel az itt végzett tanulókkal az erőműves létszámot. A legtöbb szülő arra ösztönzi gyermekét, hogy érettségizzen le és legalább 1 diplomát szerezzen meg. Napjainkban azonban sokszor nagyobb esélyük van a munkaerőpiacon azoknak a fiataloknak, akik a szakma tanulás mellett döntenek, és valamely hiány szakmát választják hivatásul. Én ugye 2012-ben végeztem az általános iskolát, és utána ugye szakmát kellett választani, és én azért választottam ezt a szakmát. Egyrészt ugye családomban is elég sokan választották ezt a szakmát, így nekem is megtetszett. Így a gépész dolgok egyébként is nagyon érdekeltek, például autószerelés is hozzá tartozik, az is nagyon érdekel. Az elhivatott tanulók már az iskolai gyakorlatokon kedvelik az új feladatokat, ugyanis kihívást és nem leküzdhetetlen akadályokat látnak bennük. A szépség az szerintem ebben a szakmában olyasmi lenne, hogyha például valakinek valamit jól sikerül megoldani, vagy kitalálni, vagy esetleg egy új dolgot legyártani, szerintem az. És mi a nehéz? Hát, most nekünk a nehézség az talán az lenne benne, hogy a tanulás iskolában, más nem. Látsz a lehetőséget abban, hogy ha itt végzel, akkor el tudj vele helyezkedni? Persze, én rengeteg lehetőséget látok itt az erőműben is, bányában is, esetleg külföldön is. Sok lehetőség van a gépész szakmára. Tehát akkor jó döntés volt. Igen. A gépész tanulók ma már 3 év folyamos duális szakképzésben sajátíthatják el a szakmát. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok már 17 éves korukban szakmát szerezhetnek, és egyben teljesítik a tankötelezettségüket is. A szakma tanulása mellett közismereti képzésben is részesülnek, így a szakma megszerzése után 2 év alatt az érettségire is felkészülhetnek, de dönthetnek úgy is, hogy munkába állnak. A tanulók az ehhez szükséges gyakorlati képzést már az iskolai évek alatt megszerzik, a tanműhelyekben és a Mátrai Erőműhöz hasonló külső vállalati képzőhelyeken. Ez nagyban segíti a későbbi munkába állásukat. Most pedig itt az ideje moziba menni. Mai mozi ajánlónkban betekintünk a Nyakas Kakas című mexikói családi animációs film előzetesébe. Totó nem egy közönséges kakas, túllát a saját szemétdombján és utálja, hogy a világ nagy része még csak nem is kapirgálja, hogy ki ő. Szerelemre, hírnévre és gazdagságra vágyik, és semmi kedve a Wecker úr a helyetteseként leélni az életét. A nagy lehetőséget egy még nagyobb szerencsétlenség hozza el neki. A gazdája ugyanis eljátsza az egész farmot egy kakas viadalon, így rá és a barátaira a kilakoltatás vár. Dobom a tarajom, most énekelni fog. Nagyon büszke vagyok rád, fiacskám. Jaj, mama. Na szóval... kezdem. Ó, ez csodálatos kukorim. Amióta csak kikelt, ez a kakas arról álmodik, hogy boxbajnok lesz. Eljön a nap, amikor kapirgálják majd, hogy ki vagyok. A bunyó ösztönös, rá kell érezni. Hes. Ha veszélybe kerül a farm... Nyugi, tudom, hogy szerezhetünk rengeteg pénzt. Fogadásokat kötünk egy szívós szárnyasra. Majd nem dobtam egy sárgát, amikor megtudtam. Lesz baromfi, aki vállalja a viadalt. Nézzétek, a díszkakas! Kiállok ellene. Igaz, hogy így akarod megmenteni a farmot? Igen. Én ellágyulok tőled. Felesleges annyit kotlanod rajta. Tojkikám, ez olyan romantikus. Záp, Tojkika.
Akkor most szépen lefested az egész kerítést. Ecset le, ecset fel. Gondolod, hogy ettől majd jobban megy a bunyó? Nem. De hogy is elveszi tőlünk a farmot, akkor miért te pingáljuk ki poénból, ha nem? Áprilisban. A hír nem kacsa. Úgy kell küzdened, mint egy kacsa. Mindig hallgass az ösztöneidre. Azta! Most fel kell készülnöm a harcra. Akkor tanulj meg repülni. Mit mondott? Hát repülnöd kell, tesó. Képzeld, hogy kecses hattyú vagy. Repülj, sólyom! Bátor sas! Tuki kis kanári! Ő bizony nem kappan. Nyakas kakas. Na, képzeld el, hogy úgy tudsz repülni, mint egy bálna. A bálna nem repül. Képzeld én sem. Inkább megyek a levesbe. És ha még több programra vágynak, holnap, vagyis szombaton 11 órakor kezdődik a Család csalogató a Mátra Művelődési Központban. A Szegedi Miniszínház előadásában láthatjuk a Csipke Rózsika című mesejátékot. Szintén április 16-án 17 órától Nosztalgia buli a Művelődési Központban, a zenét a Szolcsák zenekar szolgáltatja. Április 23-án este 19 órától ismét a Nevetési a főszerep a Mátra Művelődési Központban Bödőcs Tibor Cefra Palota című előadására kerül sor. Jövő hét pénteken pedig ismét lesz majd nápolyi, akkor is rengeteg érdekes programajánlattal várjuk Önöket. Tartsanak akkor is velünk. Teljen kellemesen a hétvégéjük. Viszontlátásra!